Most pedig tekintsék meg az Európa része és egésze című filmsorozatunk 6. epizódját, amelynek címe Embernek maradni a globális térben. Szabad élet, szabad madár, jaj de szép ki, szabadon jár. Szabad élet, szabad madár, jaj de szép ki, szabadon jár. Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék. Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék. Személyiségről beszélünk, pedig lehet, hogy ma már nincs is személyiség. Lehet, hogy csak identitás van. Persze itt a csakot nem szabad félreérteni, ezt nem keveslem. Mi a különbség a kettő között? Hogy a személyiség valamilyen önmagában és valamilyen függetlenül a helyzetektől. Ma az identitás korát érjük, a globális kor az identitás kora, amely mindig a körülményekben jelenik meg. Nincs ember, nincs személyiség, nincs szubjektum, hanem van valaki, aki így vagy úgy azonosul azzal az adott kommunikációs helyzettel, mondjuk egy új világ kihívásaival, mondjuk egy globális kultúra kérdéseinek megválaszolásával. Ez az identitás tehát már nem sorolható be feltétlenül azokba a személyiségtípusokba, amelyekbe olyan megnyugtató lenne besorolni, hanem inkább helyzetekbe sorolható be. Ma szeretnek például az új média kapcsán multiplikált, többszörös identitásról beszélni. Ma valaki a globális világban többféle, nyilván szociológusok ezt tudják, szerepet eljátszhat, de emellett van egy többdimenziós identitása, a világban és a virtualitásban megélt szerepei. Van, akivel egy életen át nem találkozunk, olyan világot élünk, hogy csak e-mailezünk. Nem is kell, hogy találkozzunk, mindaz, ami vagyok, az mindig abban a helyzetben és abban az üzenetben domborodik ki, nem bennem. Tehát nem nekem kell elsősorban valamilyennek lennem, hanem azokban a helyzetekben kell boldogulnom. Ez egy nagyon sajátos, posztmodern, vagy ha úgy tetszik, globális jelenség, hogy az embernek meg kell tanulnia nem másnak lenni, többszörösnek lenni. Kérdés az, hogy ez a hagyományokba hogyan illeszthető vissza, hogy ez mennyire alkot majd folytonos fonalat a kultúrák életében és történetében. Föl szokták vetni azt, hogy mi lesz az azonosságunkkal, mi lesz az identitásunkkal. Magyarok leszünk, vagy szabadok? Ugye ez a kérdés választhatok. Én azt mondom, hogy magyarok leszünk, például mi magyarok maradhatunk, de lehetünk még sok minden mások. Egy időben a pszichológusok foglalkoztak a többes azonossággal, a többes identitással, sőt ezt úgy is hívták angolul, hogy a multiple personality disorder, a több személyiség zavar. Igen ám, de van ennek egy pozitív oldala, és ezt az utóbbi évtizedekben tárták fel a pszichológia tudományában, nevezetesen, hogy lehet több személyiségünk, lehet több identitásunk. Lehetek én egyetemi tanár, lehetek jó teniszező, lehetek családapa, és akár még egy sakkbajnok is. És sorolhatnám, lehetek háziasszony, lehetek anya, lehetek orvosprofesszor, hölgyként is ma már, stb. Tehát lehet többféle identitásom. Sőt, ma már tudjuk azt, hogy lehetséges többféle identitás, lehet valaki egyszerre magyar és angol, az egyik apja, egyik szülője angol, a másik magyar, mind a két nyelven primán beszél, és van egy kettős identitása. Tehát vannak egészséges többes identitások, és például a magyar identitás, lehetek magyar és lehetek európai. Az európai identitásom közös az összes európaival, magyar identitásom egy sajátos, azaz, amit a muzsikás együttes is csinál, ugye, ami a többieknek tetszik. Ha én jól csinálom a magyarságomat, és nem a másik kiszorítására használom, hogy én a magyar, a másik nem, de ez a többi népre is, a románra és a szerbre és a németre mindegyikre érvényes, ha már egymásban az értéket keressük egy közös európai egységbe, akkor fantasztikus új identitás lehetőségeink vannak, és nem egy bezárkózó, exkluzív, az a másikat kizáró, csak magamat állító identitás. Tehát itt is szuper lehetőségek vannak. Valószínűleg mindannyian olyanok vagyunk, hogy a saját személyiségünket nagyon fontosnak tartjuk. Valószínűleg valamilyen józan pszichológiai értelemben nem tekinthető egészséges embernek az, akit nem érdekel, hogy ő neki milyen a személyisége.
Természetesen ebből is lehet csinálni olyan kóros helyzetet, amikor arról szól az élet, hogy ki vagyok én, és ez széttol minden mást. Nem erre gondolok. Tehát az, hogy mit tesz az, hogy Horányi Özséb, az nekem fontos. És azt gondolom, hogy a mi kultúránkban, tehát az európai kultúrában tulajdonképpen mindenkinek fontos. Na most hogy kell erről a fontosságról gondolkozni? Hát én például azt gondolom, hogy én egy olyan személyiség vagyok, ami egyszer és megismételhetetlen. Az én dolgom, hogy ezt az egyszeri és megismételhetetlenséget valamilyen módon megjelenítsem. Ahogy a társadalomban meg tudom jeleníteni, az szerepeken keresztül történik. De például eszembe nem jut azt hinni, hogy én azonos vagyok bármelyik szerepemmel. Ami nem azt jelenti, hogy én megengedhetem magamnak, hogy tanárként becstelen és aljas ember legyek, és közben Horányi Özsébként egy grállovag vagyok. Nem erről szól a dolog, hanem fordítva. Arról szól a dolog, hogy akkor, amikor tanárként megnyilvánulok, akkor az én személyiségemnek csak egy kis töredéke nyilvánul meg. Nekem azt gondolom, hogy kötelességem az, hogy tanárként is úgy nyilvánuljak meg, hogy annak azzal Horányi Özsébnek se legyen semmi baja. Most, hogyha ebből a koncepcióból, ebből a képből indulunk ki, akkor azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy azok, akik váltogatják az arcukat, váltogatják a user nevüket, azok tulajdonképpen nincsenek tudatában annak, hogy bizony itt a saját személyiségük körül van valami önreflexiós, önértékelési problémájuk. Az internetes közösségi terekben az magánszféra fogalma is, mintha átértékelődne. Néha elbizonytalanom, hogy van-e még ilyen egyáltalán. Véletlenül bejelölök visszaigazolok egy ismerőst, és innentől kezdve fényképekkel illusztrált beszámolókat kapok arról, hogy kivel és hol rúgott be. Holott nem biztos, hogy én erre kíváncsi vagyok. Tinédzserekkel gyakran komolyan el kell beszélgetni arról, hogy valóban akarják-e azt, hogy a tanáraik lássák, hogy hogyan bonyolítják a magánéletüket. Elvileg lehetőséget adnak az internetes társasági portálok arra, hogy szelektáljam a különböző ismerőseimnek kiadott információt. A tapasztalat mégis azt, hogy ezzel a lehetőséggel kevéssé élünk. Valahogy elkap minket az önmagunk megjelenítésének ez a fajta mámora, és nem figyelünk oda arra, hogy mást szeretnék a tanárnak, a barátomnak, a szüleimnek, vagy a leendő munkaadómnak közölni saját magamról. Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy sokan egyfajta többszörös személyiséget alakítanak ki az interneten, ami egyfajta védekezés ez ellen, illetve egy jó alkalmazkodás a helyzethez. Ugyanakkor érdekes is az a jelenség, hogy egyfajta néven, e-mail cím vagy blogger név alatt egyfajta véleményt, egyfajta szeretét mutatom meg magamnak, míg egy másik internetes közösségnek egy másikat. Tehát ezt egyszerre látom alkalmazkodásnak, ugyanakkor valami fajta szétesésének is a személyiségem integrációjának. A lélek ábrázolása népművészetben mindenkor, mindenféle népművészetben mindenhol jelen van. Különböző módosulatai léteznek ennek. A magyar tradicionális kultúrában, elsősorban a sámanizmusban állatok formájában jelenik meg, egész pontosan a sámánt ábrázolják állatformába, de ugyanakkor ez a léleknek a vándorlása is, emberről emberre, konfliktus helyzetből konfliktus helyzetbe, érzelmeket fejeznek ki, küzdelmeket fejeznek ki. Nagyon ritka az, hogy emberfigurát ábrázolnak, tehát embereket rajzolnak le ebből a hitvilágból. Ezek idővel átmentek a magyar díszítő művészetnek a különböző változataiba, ezekből lettek a virágnyelvi megfogalmazások, a díszítő művészetnek a
virágnyelvei, de alapvetően ott is arról van szó, hogy állatokat, virágokat ábrázoltak, de ezen keresztül érzéseket, emberi lelki mozzanatokat fejeztek ki. Ezen a szekrény ajtón én megpróbáltam a sámánt úgy ábrázolni, hogy révületbe a sámán dobbal, a nélkül, hozzátartozó nélkülözhetetlen sámán dobba, és éppen a dobon keresztül, a dob hangjára, az ütemével esik révületbe a sámán, amikor is a testéből kiköltözik, de egyetlen egy formába a lelkén keresztül tud távozni a testből. És különböző állat, itt is különböző állatformába, különböző viszonylatokkal, itt is a nap és a hold alkalmazása, itt is nemiséget jelölt, többek között a hold a nőt, a nap a férfit, a szarvas ábrázolása ebben az esetben egy csillagképet, egész pontosan a göncölszekeret jelenti. Tehát ebben az ábrázolás rendszerben a lélek így jelenik meg. Sok szempontból szerencsések vagyunk, hiszen az a térség, ahol vagyunk, élünk, nagyon-nagyon régen többféle kultúrának a találkozási pontja. A Kárpát-medence legalább 3-4 olyan hagyománnyal rendelkezik, amely a hagyományoknak ugyan van közös gyökere, de ugyanakkor eléggé sajátos alkatokat is hoz létre. Különböző mentalitású emberek élnek itt, és ezeknek az embereknek meg kellett tanulni valamiféleképpen egymásra figyelni, nem mindegy, hogy ugyanarról a dologról mondjuk egy nyugati katolikusként, vagy egy keleti katolikusként, hogy egy materialistaként, vagy pedig éppen egy protestánsként gondolkodom. Úgy gondolom, hogy ez a fajta sokféleség megteremtett egy olyan fajta kohót, ami mint egy modellezi, vagy modellezheti az, ami a világon történt. Nem véletlen, hogy ezek a térségek az elmúlt 20 évben a antropológiai kutatásoknak az előterébe kerültek, akár Dél-Amerika, Közép-Amerika, vagy éppen Közép-Európa is. Előbb-utóbb ugye hát kihalnak azok, akik szembeszállnak ezekkel a technológiákkal, mert nem tudnak velük mit kezdeni, és csupa olyan lesz, akire azt lehet mondani, hogy digitális benszülött, tehát nem digitális bevándorolt, mint maga a gén, hanem digitális benszülött, ebbe születik bele. És a kérdés az, hogy hát milyen lelke lesz, milyen agya lesz ennek a digitális benszülöttnek, mert hiszen elvileg a mi agyunk az nem a digitális világra, hanem a fizikai eleven emberek együttesére volt konstruálva. Dumbbell szerint a 150-es csoportra van kalibrálva mi agyunk. Hát ez a technológia, amiről beszélünk, ez milliárdra nyitja ki az agyaknak a számát, akikkel mind-mind kapcsolatba kerülhetünk. Tehát ez egy hatalmas kihívás szociálpszichológiai értelembe véve. De kognitív szociálpszichológiai szempontból a kihívások sem kisebbek, mert gondoljuk csak meg azt, hogy mit történik a memóriánkkal. Nincs szükség memóriánkra többé. Az én diákjaim azok nem tanulnak meg semmit, mert bemennek a Google-ba és mindent megtalálnak a Google-ba. Elég, hogyha megtanulják ezt a pár betűt, hogy Google. Elsorvad a memóriájuk, elsorvad a kézírásuk, hiszen állandóan géppel írunk. Elsorvad az a fajta fantáziájuk, amely fantázia ugye a semmivel való szembenézésből adódik. Tehát, hogyha épp tegnap voltam ugye az Alföldön, és úgy szembenéztem az Alföldnek ezzel a végtelen rónasággal szembenéztem. Egy mai diák nem néz szembe a végtelen rónasággal, mert otthon van, kinyitja azért a Google Maps-et, és azon megkeresi integet semmétet, vagy kalocsát. Tehát meg kell mondjam, hogy a tapasztalatnak a kiinduló pontjai azok teljesen átformálódnak, ennek következtében a tudás is mérhetően átformálódik, és ezt még nem tudom megjósolni, hogy ebből milyen mérvű kreativitás, illetve milyen mérvű képességsorvadás következik be. Néhány évvel ezelőtt írtam egy tanulmányt Hagyomány az internet korában címmel, ahol hát nagyon tágkeblűen nyúltam a problémához. Tényleg úgy gondolom, hogy nem szabad vaskalaposan azt mondani, hogy eddig ilyen és ilyen népi hagyományaink voltak, és ezentúl is ezt kell csinálni. A hagyományok nyilván változnak, a technológia, a technológiai körülmények, az emberi érintkezés módozatainak a változásával. De mégis úgy érzem, és úgy éreztem, hogy
azt, amit a hagyományok keltette, vagy hagyományok őrizte állandóságnak, vagy állandóságoknak nevezünk, annak továbbra is van pszichológiai és társadalmi funkciója. Tehát, hogyha biztosítani akarjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy biztosítani kellene a szabad individuum surlódásmentes, de mégis pályához kötött, kiszámítható mozgását, akkor bizonyos állandóságokra van szükség a mi posztmodern internetes korunkban is, és én három állandóságot szemeltem ki különösen. Az egyik a személyes kapcsolatok állandósága, ahol a hangsúly a személyesen is van, tehát a 250 Facebook barát, aki csak az interneten létezik, az nem jelenti az emberi kapcsolatoknak azt az állandóságát, mint amikor én a legjobb barátaimmal és kollégáimmal egy bizonyos állandó kapcsolatot tartom. Tehát a személyes kapcsolatok stabilitása egyszer. A második a dokumentumok stabilitása. Az interneten csodálatos dolgok vannak, de minden csepp folyós és változik, és úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy a könyveknek és a hardcopy dokumentumoknak azt a funkcióját, hogy ott van és nem változik, azt továbbra is, mint másik pillért vagy hátteret meg kell őrizni, tehát a dokumentumok stabilitása, és a harmadik a hely stabilitása, hogy valakinek legyen olyan értelemben valami helyhez kötöttsége, hogy oda tartozik, ott otthon van, nem egyszerűen csak egy globális nomád. Mostanában írtam is egy tanulmányt, vagy eszét, ami nagy ellenszenvet keltett, aminek az volt a címe, hogy ne utazz, kommunikálj, ahol pontosan arra helyeztem a hangsúlyt, hogy hát találjuk meg az érdekességeket a saját lokális helyi környezetünkben, a szűkebb térben, amiben lakunk, ne viselkedjünk vándorpatkányok módjára, amint jön a hosszú hétvége, vagy a nyári, vagy a téli vakáció, akkor elrepülni néhány ezer kilométer távolságra, koszolni a levegőt, koszolni a környezetet, használni az üzemanyagot, sorba állni a repülőtereken. Örüljünk annak, hogy van egy hely, amihez kötődünk. Tehát a hely stabilitása, mint a hagyomány az internet korában harmadik eleme. Édesanyám rózsafája, engem hajtott utoljára, másról se hajtott volna. Maradtam volna bimbóvá, ha te. Édesanyám, sok szép szava, kit fogadtam, kit nem soha. Megfogadnám, de már késő. Már az idegen az első, ha te. Önkormányzati választás.